Egyébként én nem csinálnám ezt meg, amit a jelenetben így aluljáróba, tehát én ilyen konfliktuskerülő ember vagyok, nem szívesen megyek bele konfliktusokba, reklamálni sem szeretek, tehát annyira, hogy egyszer ellopták a biciklimet, tehát Romániában ez előfordul. Elvágták a láncot, elvitték, azt mondtam, olyan láncot veszek, nem lehet elvágni. Bementem egy ilyen vasüzletbe, kérdem, van olyan lánc, amit nem lehet elvágni egyáltalán semmivel? Hát persze, hogy van, mekkora legyen. Hát mondom, olyan egy méteres, így letekerte, pak, levágta és ideadta. Nem erre gondoltam, de megvettem. Tehát ennyire konfliktus kerül vagyok. Arra gondoltam, csak ő tudja elvágni, senki más a világon. Úgyhogy én hülye, még használtam is azt a láncot, úgyhogy azt is ellopták, persze, de... Hát tudom, ki volt, hát ő tudja elvágni, más nem. De nem jelentettem fel a rendőrségen, hagytam futni. Lehet, a neveltetésben is van valami, engem ijesztegettek gyerekkoromban, nem tudom. Van-e még ez a szokás, a Csíkszeredában azzal ijesztegettek, hogy ha rossz vagyok, a böbös. Akkor kijön a böbös az erdőből, betesz egy zsákba, elvisz. Ott mit csinál veled, soha nem mondták el. Ettől kellett félni. És egyszer megkérdeztem édesanyámat, mégis, hogy néz ki az a böbös, ugye? Hogy jön, akkor tudja, miről van szó. Vigyen fogkefét, ne vigyen, pakoljak, ne pakoljak. Annyit mondott, a böbös olyan, mint a mumus, csak fekete. Akkor milyen a mumus? Mondta, a böbös csak kék a mumus, vagy rózsaszín a mumus, nem tudom, de ez furcsák a szülők, tehát ígérgetnek, nem tartják be, igaz-e? Tehát én mai napig nem tudom, mi az a móres. Csak ígérgették, hogy móresre tanítanak, tudja valaki, mi az? Ami kifejezetten érdekelt, az a kesztyűbe dudálás. Az mi lehet? Volt, hogy azért öntöttem ki levest, tanítsanak már meg kesztyűbe dudálni. Mondta apám, megtanulsz mindjárt, hát gyere, csesz meg, azért csináltam, tanítsál meg. Mindjárt érettségizek, nem tudom, mi az a kesztyűbe dudálás. De mai napig nem tudom, hogy akkor kesztyűt felhúzod, csak vagy dudálsz. Hát azt kell fújni a kesztyűt, csak szól valahogy, meg ez miért rossz egy gyereknek, igaz-e? Furcsák ezek a szülők.